Na, sziasztok, akkor most már a második nap reggelén vagyunk, városnézés előtt, hamarosan indulok. A reggelén már túl vagyok, jó kis fédasztalos volt, úgyhogy, és választék az nagy volt, úgyhogy bőven be tudtam tankolni. És ha már benne van az árba, használjuk ki. És hát akkor közben már összepakoltam, lassan megyek városnézni. Rögtön itt a nem messze lévő villamos megállóba ott a vannak jegykiadó gépek egyébként, tehát veszek egy napi jegyet, aztán azzal meg már bárhova el lehet jutni. Még a megpróbálom megkeresni, mert remélem, hogy nyitva van, mert azt már tudom, hogy hol van a villamos múzeumot, és akkor oda is bemegyek szétnézni. Úgyhogy hát akkor egyenre ennyi, majd még fogok jelentkezni videókkal, gépekkel, stb. Úgyhogy most menjünk város nézni. Gyerünk. Na akkor nézzük, csak szerintem akkor vegyünk jegyet. Egyébként állítsuk át angolra, ha tudjuk. Más nem nincs, legyen angol. Hát nem, ide nem ezt kell, hanem most azt. Ez az. Na, itt van például, van 72 órás jegy is, ami 30-hoz zloty. 24 órás, meg 15. Elég lesz most a 24 órás. Lehet csak majd. Így vegyek? Nem. Elég lesz most a 24 órás, mert holnap szervezett programon máshol leszek, akkor mondjuk azt 24 órás. És akkor continue. És akkor bankkártya. Olyan egyszerű ez, úgyhogy egyik kezem még a kamerát is fogom, de mindjárt valami megoldjuk. Gyere már ki! Hát, reméljük, hogy működik a PayPass, és akkor ez egy kicsit egyszerűbb lesz. Hát azt mondja, hogy printing, úgyhogy talán most jó lesz. Jó, nyomjad. Jó, elvileg elfogadta. Hát aztán majd mindjárt látjuk. Ja, egyébként itt van valami helyi futár is, ami kiírja, hogy mikor jön a... Gyere ki! Ez az. Aha. Ez volt a bizonylat, és ez pedig maga a jegy. Ez egy 24 órás, egy 15 zloty él. Ja, nagyon megéri szerintem. És egyébként itt van a helyi futár, a 3-as villamos fog innen majd jönni. De hát mindegy, majd... Ja, és itt is ez a helyi futár. Na, 12 perc múlva jön. Na, mindegy, hát felszállok arra, ami éppen jön, aztán meglátjuk, hova visz. De ilyen régi tátrákkal, mint ami ott is fordul be, ilyennel szeretnék utazni. Egy ilyet biztos meg fogok várni valahol. Hát akkor egyenre ennyiért. Ez egyébként itt egy nagyobb villamos csomópont, mert itt valamikor percenként elmegy valami busz, villamos, stb. És itt van egy aluljáró, és nem is lehet a felszínen átmenni. Mert tegnap este is felfedeztem, itt van a szállásunktól 5 percre. És egyébként ott szembe, azt látjátok, az a Krakó-Lóvi, az egy nem a fő pályaudvar, hanem egy kisebb, de az nekem pont jó lesz szerdán, mert a varsói vonat innen megy. Úgyhogy nem kell sokat a szálláshelytől sétálnom. És egyébként ott is megnéztem, hogy lehet bankkártyával is jegyet venni. És úgy látszik, hogy itt is látjátok, gond nélkül működött a magyar bankkártya. Csak tegnap azért Bill House-ban volt probléma, mert a PayPass nem akart menni, de PIN kódossal igen.
Hát akkor most jön az esős, megázós vlog. Üdvözlete minden Krakkóból. Hát most nagyon leszakadt. Úgyhogy egyenlő, de most állunk, hát keresek mindjárt valami zárt helyet, ahova be tudok menni, ameddig el nem áll. Futónyári zápor ez egyébként, nem kell tőle annyira megijedni, csak hát... Ugye fényképezőgépet gyorsan elpakoltam, ne ázzon szét. Videókamerát is mindjárt elrakom. Ugye egyenlőre itt még nem esik annyira, hogy baj legyen. És egyébként itt van háttérben egy híd, és ott megy egy villamos, szerintem, hogyha arra majd befele kell menni a belváros fele, mert ott valószínűleg nagyobb eséllyel találok valamit. Itt ez kb. Ez olyan, mint nálunk a rakpart, csak kevésbé forgalmasabb. Itt nem nagyon van semmi. Egyen lejjebb meg már itt egy sétány van a Vistula partja mellett. Hát ott meg megint nem. Egyenlőre ennyi. Úgyhogy akkor ezt itt most be is fejezem, mivel szétrázik a kamera. Ugye, el is pakolom. Sziasztok! Majd jelentkezem később, ha már nem esik. Hát az eső, ez egy érdekesség akkor, hogy minden megálló így a utas felemény van, és a villamosról leszállni az útesre kell. Tehát ilyen alacsony padló, meg stb. Luxus. Még rengeteg ilyen megálló van, hogy simán így az útesre kell leszállni. Mármint azért itt az autósok már hozzá vannak szokva, mert mindig megállnak. Hogyha látják, hogy ott a villamos. Köze megpihentem itt egy kocsmába. Még csepedek az esélynek, majd mondjuk már kezd el állni. Úgyhogy nagyon zuhét sikerült megúszni, és nagyjából túlélték az eszközök, és nem ázott el semmi. Hát innen majd próbálok ufit lopni, ha sikerült, akkor majd bejelentkezek a Facebookon, és egyébként ezt a sört iszom. Zimtesznek hívják, de egész jó. Jó fajta sör, egészségetek a... Egy kicsit megáztam. De hát ez belefér. Nyári zápor volt, ez nem volt azért nagyon veszélyes. Úgyhogy kicsit még száradok, aztán megyek tovább utazgatni. Villamosozás, városnézés. Nem is, és első pont azért Vistula partján kapott el az UHI, ahol nem is nagyon volt hova bemenekülni. Jós, hogy felszálltam egy villamosra, amíg elhozott eddig. Aztán itt leszálltam, és kb. Egy utcányi rész volt az a kis kocsma. Úgyhogy majd később jelentkezem. Sziasztok! Azért tudom, hogy egy kis telefontöltés, fényképező szállogatjuk, mindjárt megtisztítom a lencsét és a kamerának is álltam. Van egy-két vízfolt rajta, így is. De legalább fel tudtam váltani a százlatosat is, mert itt ez volt az egyetlen hely eddig, ahol nem lehetett kártyával fizetni. Nézzétek meg, egy kis egyszerű kis kocsma. Nem is drága, úgyhogy ezt nézzétek. Újra elkezdett esni. A fordikon megittem a sört, azt gondoltam, hogy ha menni kéne, ha nem elkezdett, megint az új. Úgyhogy akkor nincs mit tenni, kinni kell még egyet háthadni. Thank you.